Először szerveztek Rubik kocka versenyt Marosvásárhelyen, egyben ez volt a 2019-es idény első vetélkedője Romániában. A Transylvania Cubic Open vetélkedőre újoncok és tapasztalt, nemzetközileg jegyzett versenyzők egyaránt beneveztek. Berecki János 2 éve egy televíziós műsor miatt vette kezébe először a Rubik kockát, azóta sem tudja letenni, ennek pedig látványos az eredménye. Ráadásul ennél jobbat is tud. 4x4-es kockával például országos csúcstartó, ahogyan 5x5-ös és 6x6-os kockával is. Ennek ellenére szerényen értékeli a sikereit. Sok gyakorlás után juthat el az ember ide, de tulajdonképpen gyakorlásra alkál ki, tehát aki úgy gondolja, hogy nem is tudná megcsinálni, az is meg tudja csinálni. Tehát csak gyakorlás és türelem kell hozzá. A Transylvania Cubic Open-t az ő kezdeményezésére szervezték meg Marosvásárhelyen. A fiatal rubikozó szeretné, ha minél többen megszeretnék ezt a hobbit, ami neki már oly sokat adott, és amiben további céljai is vannak. Minél több országba tudjak eljutni versenyezni, és hogy minél több embert ismerjek, meg ez az első számú célom, mert ebben is nagyon sokat segít ez a hobbit. A Transylvania Cubic Open a tapasztalt versenyzők mellett újoncokat is vonzott. A szervezők elégedettek voltak a részvételi arányjal. Minden korosztályból vannak résztvevők, a legfiatalabbaktól az idősebbekig. A legjobbak ellentben általában úgy 14 évesek. Egy nagyon erős top 10-es élmezőnyünk van, ők 7 és 10 másodperc között teszik ki a Rubik kockát. A ma itt résztvevő legjobb 3 versenyző világszinten is nagyon jónak számít. A bűvös kocka feltalálója ifjú Rubik Ernő. Az egyik legismertebb magyar találmány 1981-ben robbant be a köztudatba, egy évvel később megszervezték az első világbajnokságot is. A térben látást és algoritmikus gondolkodást fejlesztő játék népszerűsége azóta is töretlen.